A videónkhoz a legújabb TOPS, I Love Hedgehogs figurákat és a bontatlan display dobozt a sajtóforrás biztosította. Megtaláljátok a linket a leírásban, ott lesznek a termékek is, www.sajtóforrás.hu. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Trading Card Zone, és a mai videóban pedig kibontunk egy teljes display dobozt ezekből az aranyos Hedgehogs, avagy süni figurákból. Itt a grafikai dizájn, itt pedig már a valós figura. A TOPS nagyon ráállt ezekre a figurákra, gondolom megvan a gyártási mechanizmus, úgyhogy öntik ki ezeket a figurákat, ahogy nem szégyellik. Elképesztő mennyiségben, szinte mindenfél évben jön valamilyen új sorozat, új állatkákkal. Megnézzük, hogy ebben vajon a display dobozban sikerül-e kiszedni egy rare figurát, egy szilvert, egy ezüstöt, vagy egy gold arany figurát, az a legritkább. Mindenhez tartozik egy matrica, sajnos album nincs hozzá, pedig jó lenne egyébként egy minimális valami kis papírka, amire fel lehetne ragasztani. 1200 forint, ugye egy darab tasak, tehát azért annyira nem olcsó, viszont egy látványos menő figurát kapunk, illetve ugye van hozzá ez a jó kis matricát, menő, hát attól függ, hogy kinek hogyan, de ha már ide kattintott, akkor bízok benne, hogy tetszik. Én amúgy szeretem gyűjtögetni, szerintem nem egy olyan rossz dolog ez. Nézzük akkor, hogy mit rejt magába ez a bontatlan display doboz, illetve mennyit, mert azt nem is néztem, hogy egy ilyen dobozban mennyi van. Még aztán lehet a hátulján írta, de majd rájövünk. Úha! És akkor így az újságosnál, meg a boltokban így tulajdonképpen ki is van téve, meg annyi figurával, azt a mindenit. Durván sok van benne, 14 darabot lehet összegyűjteni, és 16 darab van egy ilyen dobozba, tehát több van egy dobozba, mint amennyi a széria tartalmaz. Egyébként itt a checklist rajta, hogy milyenek léteznek a világon, mindegyiknek van neve, úgyhogy kigyűjthetjük Dreamert, Barryt, Rolly, illetve itt pedig egy bolt és egy sztár, ezekre szeretnék nagyon rámenni, hiszen ezek ritkák. Úgyhogy nézzük meg akkor, bontogassunk, vessük meg, hogy mik jönnek. A sztár! Első csomagból sztár! És a matricá is látványosabb ennek. Maga a figura pedig itt is van, arany! Azonnal első csomag arany! Lelőttem a szerencsémet, most már csak az ezüstre szeretnék a boltra rámenni. Gyönyörűen néz ki, nagyon egyben van, nem akar szétesni, jó tömör, illetve a rare, ez amit bontottunk, ott, ez elveszíti azt a funkcióját, hogy simi képes, tehát ez nagyon tömör, ez ilyen fullos, de jól néz ki cserébe. Úgyhogy én csinálok egy olyat, játszok egy olyat, hogy ki is x-elem a display doboz, úgyis kuka lesz ez a doboz, ki is x-elem, ami megvan, és kíváncsi vagyok, hogy mennyi fog hiányozni a végén, mert ilyet soha nem néztem meg, mindig csak örültem a fejemnek, azt sose láttam, hogy mennyi hiányzik egy doboz megvétele után. Buttercup, illetve a hátulján is van egyébként egy ilyen számozásos checklist rész, itt is lehet x-elgetni, akinek úgy jobban tetszik. Na és itt viszont már van simi funkció, ami az előzőnél nem volt meg. Maga a teste is simizős, illetve a háta is, a tüskék is simizősek, de ez látszik egyébként a felületből. Jól néz ki. Oké. Nézzük a következőt. Ebben mi lesz? Ó, de aranyos. Mindegyik más fejet vág, más a testtartása is. Úgy, ez pedig egy Laurel nevezetű. Nagyon aranyos, úgyhogy akkor a Buttercupot, illetve a Laurelt, azt kisikszeljük szegényeknek a fejét. Úgy, tehát előre az oldalról, a jobb oldali checklistből, mert kifejezetten sok megvan, mondhatjuk azt is. Spring, én abba bízok, hogy nem sok dupla lesz, hogy egy-kettő duplával meg tudjuk úszni ezt a történetet. Spring megint ezen az oldalon van, úgyhogy ott is x-eltem egyet. Nézzük a következőt, ezt eléggé bénán sikerült letépni. A TOPS gyártja ugye híres kártyagyártó, de látszik, hogy igazából itt is tapasztaltak. Nem most kezdték az ipart, mert nagyon minőségiek a figurák. Itt a ülő pozíció az, ami a miénk. Olyannyira ülő, hogy ez nagyon tetszik, mert teljesen máshogy néz ki emiatt, mint a többi. Huxley. Nagyon jó. És ez is erről az oldalról van. Úgyhogy innen már csak kettő hiányzik. A Rain, illetve a Bolt ritka változat.
Nézzük, jön is a Rain, hát futószalagon érkeznek, viszont Rain nagyon hasonlít egyébként Springre, ha jól látom. Így is van. X-eltünk még egyet, tehát már csak a bolt hiányzik erről az oldalról. Kíváncsi vagyok, hogy sikerül esetlegesen azt is összegyűjteni, mert az lenne most az igazán menő. Kicsit vadállatul téptem, de a matrica szerencsére épségben maradt. Ez pedig egy Snuggles, és ez is fekszik egyébként, ugyanúgy, mint az előző. Snuggles az pedig a másik oldalon. Úgy. Szuper. Nézzük a következőt. Na, nem sikerült normálisan ez se. Szerencsére azért jók ezek a csomagolások, nem szakadnak ki. Hazel, nagyon aranyos ő is, hát ide rakjuk a többiekhez. Ezen is x-eltünk egyet. Jó nagy ez a doboz, jó mélyre kell nyúlni már. És nulla dupla. De? Barry, ezek szerint megéri egy teljes dobozt venni, 16 darabot a teljes dobozért, mert nem lesz dupla. Az mondjuk nagyon durva lenne egyébként. Az nagyon biztos lesz dupla, hát több van a dobozban, mint amennyi a széria, de ez eddig nagyon kemény, hogy ennyire jól jönnek dupla nélkül. Dreamer, akit megkapunk, ő is fekszik, nagyon tetszik a pozíció. Dreamert is kiékszeltjük, nagyon kevés hiányzik már csak. Nézzük a következőt. Ahogy látom, ez pedig Blossom. Úgy, ide rakjuk. Méretre nagyjából azonosak. Érdekes, hogy teljesen kihúzza magát, összegörnye, tehát ilyenek vannak egyébként ilyen apróságok. Tettem még egy X-et. Így nézünk ki a checklistbe. Úgyhogy Herbynak és Rollynak kellene jönnie, de aztán meglátjuk, hogy a valóságban mit kapunk. Ez pedig egy Barry. Itt jön az első dupla Barry-nél sajnos. Nem tudok x-elni, nem tudom miért akartam x-elni, sajnos az ott dupla lett. Nézzük a következőt, ez pedig egy Herbie, ami azért jó, mert ő nem volt meg, egyáltalán nem volt meg, úgyhogy már egészen szép a szett. És most úgy nézünk ki, hogy kettő hiányzik. Rolly, aki itt van egyébként, itt fönt, illetve a Bolt. Úgyhogy nem sok csomagunk marad, de szurkoljatok. Hát, ha kijön a teljes szett, sajnos ez megint egy Herbie, tehát nem. Ott a másik duplázódás. Nézzük a következő pakkot. Ajajajajaj, Rolly, ez az! Már csak a Bolt hiányzik. Júj, de komoly, felború, cuki. Na, már csak a Bolt hiányzik. A teljes szett innen megvan, végig az összes, és a másik oldalról is csak a Rare Bolt, és egyetlen egy csomagon maradt, kizárásos alapon annak kell lennie a Boltnak. Léci! Nem. Ezek szerint a Rare-ből egyetlen egy darab van egy dobozból. Tehát a logika azt diktálja, hogy úgy építs fel a bontásodat ebből, hogy különböző dobozokból próbálod összeszedni, amennyiben erre van lehetőséged. Vagy elmész egyik boltba, veszel három csomagot, majd továbbállsz, és ott veszel három csomagot, majd megint továbbállsz, és ott is veszel három csomagot. Csak így van esély arra, hogy duplázódás nélkül szed ki, mert egy dobozon belül vannak duplázódások, illetőleg ugye nem lehet csak egy darab rért kiszedni, ami a tetején volt itt ebben az esetben. Tehát nem 100%-os, 95%-os eredménnyel fejezem be ezt az I Love Hedgehogs bontást, a süniket. Sajnos a Bolt Rare figura nem lett meg, de így is nagyon-nagyon elégedett vagyok. Köszönöm szépen a bontás lehetőségét a sajtóforrásnak, hiszen ők biztosították náluk, ezt meg tudjátok rendelni. Legközebb találkozunk, addig is jók legyetek, iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek volna meg. Sziasztok!